Kisvárdán nagy hagyománya van a sportnak. A város sportlétesítményeivel lehetőséget ad a különböző sportágak fejlesztésére. Most már a jégkorcsolyázni vágyók is hódolhatnak kedvenc sportjuknak, ugyanis a bár előtti területen egy kori sziget épült. Öröm azért is, hogy ez összefogás eredménye a város, illetve az Alkossunk Várost alapítvány, aminek a lényege az, hogy közösen építettük, közösen vállaljuk a működtetését, és a gyerekeink ezt használhatják délelőtt ingyen, délután pedig már fizetni kell a korcsolyázásért, és így eljöhetnek gyerekek, családostól, szülők eljöhetnek, baráti körök eljöhetnek, és hogy látjuk a hangulatot, igen jó a hangulat, tehát öröm számomra, hogy megnyitottuk a jégpályát. A pálya hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra 30 perc között, pénteken 14 és 21 óra között áll nyitva az érdeklődők számára. Hétvégén sem kell korizás nélkül maradnia senkinek. Szombaton reggel és este 9 között, vasárnap pedig 10 és 18.30 között lehet birtokba venni a pályát. A hétfői megnyitón gyerekek avatták fel a kori szigetet. Már koriztam, 5 éve járok minden évben korizni, és hát egy kicsikét lehetne nagyobb a pályát, de amúgy nagyon jó. A várkerti jégkorcsolya pálya február végéig áll a sportolni vágyók rendelkezésére.